Sziasztok! Üdvözlök mindenkit szeretettel a Nyereg alatt pizza filmes blogon. Ma egy kis kitérőt szeretnék tenni. A spagetti western zsáner Olaszországon kívül is rengeteg direktort megihletett, hogy a lokális vonásokat magukon hordó ételfilmek elkészülhessenek, ez alól pedig a magyarok sem kivételek. Ha a magyar történelmet, kultúrát végigböngészszük, a filmesítésre váró alapanyag szinte kimeríthetetlen. Betyárok, hadurak, forradalmak, szabadságharcok, és akkor még nem mentem bele részleteiben. Így született meg a betyárfilm, a magyar Eastern, vagy ahogy még elnevezték, a gulyás western. Idehaza nevesebb szánypróbálgatósak Szomjas György nevéhez köthetőek. Mai filmem Rossz emberek. Az évszám 1979. A szánypróbálgatás kifejezés előrevetít valamennyit a minőségből, de megvallom pozitív csalódásért. A történet szerint van egy csapat betyár, akik Gelencsér Jóska vezérletével portyáznak. Az egyik portja alkalmával Jóska felismeri a marcali bírót, aki kivégeztette öccsét, így kegyetlen bosszút áll. A szolgabíró, a szerepben Joko Rosics, pandúriai vanyogúba ered. Ritkán teszek idejét, de a film gyengeségeivel kezdeném. A technikai megoldások miatt néha kicsit archaikus és vicces. Például, ahogy a kamera mozog, és Rosics imbolyog a premier plánban. Kicsit túl sötét, különösen mikor a zárt térben tartózkodnak, illetve amiatt jelentős hiányérzetem volt az olasz filmektől eltérően, hogy a hangulatteremtés hagyott maga mögött kívánnivalót. Viszont ennek ellenére, aki szereti a westernt, meglelheti benne a műfaji szépségeket, és nem kis dolog, hogy spagetti paneleket is felfedezhetünk benne. Egyrészt iszonyatosan nyers. A dialógusok, mintha egy Móri Zsigmond regényből mólózták volna ki őket. Ugyanakkor van benne káromkodás is rendesen. Tökéletes korrajz a szabadságharc utáni Magyarország parasztságának életéről. A férfi karakterek egytől egyig morális kérdőjeleket hagynak maguk után. Joko Rosics karaktere pozitív, de a módszerei közel sem annyira azok. Amire feltétlenül muszáj kitérnem, vannak benne akciók, nagy lövöldözések Kovács pisztollyal és puskával, de ezek, pláne ha a néző sok olasz western végignézett már, nem tudnak annyira nagy izgalmat kiváltani, mint az olasz társai. Ami viszont ledöbbentett, a brutalitás. Van egy leszámolás, amikor a gazdát kivégzik, és utána az állatait is lemészárolják. Olvastam, hogy állatvédők tiltakoztak a filmmel szemben, teljesen megértem az álláspontjukat. Visszatérve a filmre, érdemes a nő karaktereket is megvizsgálni. Elképesztő szárazon tálalja számunkra ennek a szegény rétegnek a reménytelen helyzetét. Mit korrajz, hibátlan, viszont megvalósítása még hagyott volna maga mögött kívánni valót. A rossz emberek egy abszolút fogyasztható vállalás a magyar western felhozatalból. Érdemes egy próbát tenni vele, hibái ellenére én egy 65%-ot adnék neki. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Buona giornata a tutti!